És ez csak a Merci belseje. Ma szétbombázzuk az 1 millió kilométeres taxi belsejét. Most kezdődik! Ó, tényleg! Lesz egy kis kerék és dísztárcsapornó. Szakadó esőbe videózni. Ma nem csak taxit szerelünk, hanem egy picit siratjuk a nyarat. A Mercin néhány munkát még a 35 fokban kezdtem el, így most egy kicsit visszahozom neked a jó időt. Viszont a szükséges alkatrészek már a szeles, esős, 8 fokos szeptemberi télben érkeztek meg, így ma 2 évszakban szerelünk. A mai menü a belső esztétika, név szerint a középkonzol szétbombázása. Valakinek tetszik ez a faváltó gomb, de az nem én vagyok, úgyhogy ezt lecserélem, és ha már leszedem, akkor ez a középkonzol is már egy picit meg is bontottam, egy kapcsolót már kiszedtem belőle, nagyon mocskos volt a jobboldali tükörnek az állító kapcsolója. Látod, ezen a lak el van repedezve egy-két helyen, most nem tudom, hogy neki merjek-e állni, ugyanis cudar munkával, de fel lehet ezt újítani házilagosan is szépre, használt, de egész szép állapotban. Ez 123-asé, jó, nem négysebességes, de tudom, hogy hol vannak a fokozatok. A szoknya az tiszta új, azt lehet kapni még mindig a Mercedesnél. Ezt nem vettem újban, mert ez valami 40 ezer forint, hogyha újban meg akarod venni. 23-as, 24-esé ugyanaz, ennél sokkal jobb. Mondjuk egyébként a bőrszoknyák között ez a gyári Merci, a tiszta új, amit most hozattam, meg ami rajta volt, ezek között annyira nincs nagy különbség, mondom én. Azért szét van repedezve, ez nyilván nincs, most csomagoltam ki. Ja, 6000 forint. Ügyes Mercedes. Ennél semmi bonyolult nincs, egy anya van itt alul, amit meg kell lazítani, és... Ide kell egy keret, ami természetesen már nem kapható gyáriban, úgyhogy azt 3D nyomtatással kellett megoldanom. A fájt magát, a 3D nyomtatótól fájt meg lehet venni ilyen 3000 forint. Bence, aki a taxi emblémát is nyomtatta nekem, volt olyan kedves, hogy megcsinálta. Úgyhogy ide lesz egy keret, ugyanis addig az új váltóharangot nem tudod rátenni, mert hát nincs mire. Azt fogatod be ide, és megy rá, itt látod, vannak ilyen kis karmok. Szóval az a keret hozza össze ezt a két cuccot, hogy szépen legyen. De most először ez kificcenik. Valami ilyesmi lesz. Ez lesz a végleges állapot. Ez nagyon jól fog kinézni. Full original lesz. Ha már itt szét van bombázva minden, arra gondoltam, hogy ezt a szőnyeget, ami itt középen van, annyira nem koszos egyébként, de én elvinném és kitakarítanám, mert mégis egyszerűbb, mint az egész kocsinak a belsejét. Nem mondom, hogy újszerű, de baromi nagy a változás. Na, milyen? Még itt meg lesz pucolva a bőrrész, ülés is persze. Aztán jöhetnek az utasok. És bár a szőnyegek tisztaságát előtte-utána megnézve, egy 6 percet dolgoztam rajta, ez kész. Ilyen volt. Annyira nem volt veszélyes a helyzet, de majd most kiderül az igazság. És ez csak a Merci belseje. Kárpit tisztítás kész. A szőnyegek, a kárpitok, minden ki van takarítva. Ha csodát nem is tudok tenni, persze sokkal jobb lett, mint ami előtte volt, de legalább az érzés, hogy tiszta autóval tudok beleülni, és lehet, hogy sokat mondok, ha azt mondom, hogy másfél óra ment el vele? Hát közben újabb feladat is. Ugye az első részben mutattam, hogy rozsdás volt a gumi a bal első felninél, amikor megérkezett az autó. Nem azért volt rozsdás, mert beázott a felni, hanem azért, mert szar, mármint a felni. A gumi se jó, ereszt. Egy 3-4 nap után full lapos. Ilyen 10 évvel ezelőttről van 4 darab 124-es felnim, amit
Fogalmam nincs, hogy miért, de megvettem. Ja, azért vettem meg, mert azt hiszem 10 000 forintot kértek a 4 darab. Szóval van 4 darab 124-es felném, amiből kettőt előkaptam és felújítottam. Szereztem gyorsan 2 darab gumit, 10 000. Azokat rászereltettem. Nézd meg! Egyáltalán nem mondanám rossznak a gumikat. És nem is öregek, mert ilyen 4 évesek vagy 5 évesek, valahogy így. Szépek már a felnik. Jó lesz ez rá. A rozsdásnál sokkal jobb. Így már a két első kerék tuti, hogy rendben lesz. Én magam újítottam fel, vagy hát most amennyire felújításnak lehet nevezni azt, hogy körbecsiszolod a teljes felnit, a peremeket, és aztán, miután mindez megvan, a jó kis sejem fekete hemerájtal átkezeltem, átfestettem az egészet. Ezt se hiszem amúgy, tehát hogy neked ilyen szerencsém van. A fekete 123-asban, a 240-es dízelben, már csináltam róla videót, a csomagtartóban volt 4 darab 24-es dísztárcsa, de nem értettem miért. Most meg amikor a taxi megérkezett, eszembe jutott, hogy hello, erre való, nézzük már meg. Nem csak, hogy jobb állapotú, mint ami a taxin van, hanem hibátlanul kipolírozható, krómperemes. Jó, csak kettőt a négyből, mert kettő szar. A két első kerékre, az új gumival, jó felnivel, nézd, milyen dísztárcsája lesz a taxinak. Megpolíroztam, nincsenek agyonütve a szélei, szépek a krómok. Persze, azt hitted mi, amúgy én is azt hittem, hogy majd ledobom ide szépen a kerekeket, fölpakolom, dísztárcsa is majd csuda jó lesz. Hát nem. Ugyanis észrevettem, hogy hiába políroztam ki a dísztárcsákat, a peremén itt áll a fékpor, feketére van színeződve a fékportól. A polírozott, amivel azt hittem, hogy végeztem, még rosszabb volt, mint ez. Full fekete. Nem láttad, hogy annak ott ezüstnek kéne lenni. Nem bírnám elnézni, amikor tudom, hogy meg is csinálhattam volna, hiszen van hozzá ilyen cuccom, amit kísérletképpen vettem, de egy baromi jó dolog, hát hol máshol, mint YouTube videóban láttam. Ez a Nanolex-es ilyen keréktisztító, fékpor eltávolító, meg rozsdaoldó. Hát, ilyen lett a végeredmény, nézd! Nem látszik ám rajta már semmi! Oda nézd! Ezt nézd! Nem fekete, ez is színű! Na, így lesz jó! Tudom, én vagyok csak ilyen hülye, aki még egy műanyag disztárcsára és órákat képes rászenni. Hát, és csak első lépéseként pattintsuk le ezt a disztárcsát! Mi van? Nem, most figyelj! Ezért szerencse, hogy nem mentem vele többet 30-40 méternél meg, ezért nem csodálkozom, hogy bugor, az a rohadt kerék! Kettő darab kerékcsavarral van felfogat. Még lehet rendesen meg sincs hull... Há? De csúnyát tudnék most mondani. Ki az a fa... Ki az a fa, kinek van pofája? Nem szakad be az alja emeléskor, ami a 124-esek rozsdásodási hajlamát tekintve hatalmas pozitívum. Soha ne tessék füben meg nedves földön autót emelni, mert belesüllyedhet az emelő, és akkor mindenféle fadarabokkal kell alátámasztani a kocsit is, az emelőt is. Haverom, esélte! Na, kis szemrevételezés. Elforog, úgyhogy féknyereg mondjuk, hogy jó. Nyilván tárcsa és betét azonnal kell rá. Ahogy mondta a srác, akitől vettem, a lengőkar új. Nézd, jó a szilentje, ezzel nem kell foglalkozni. Golyalábot cseréltek rajta, de pont tudtad tették bele. Szerintem én lengésebb hitott leszek bele újat. A rugó jó, nincs eltörve, alul fölül sem. 24-eseknél még a rugónak a felső tartója ez a cucc, ez szokott elrohadni és elválni innen. Picit lekezeljük, jó lesz. Összekötőt vettem már, azt kap egy újat, az biztos. Ezzel... nem tudom. Ez szilentje annyira nem tűnik szarnak. Persze itt ezt a vedegészet le kell szépen kezelni, nem most, a közeljövőben. De amúgy rosszabbra számítottam. Még talán a fékcső sincs kirepedezve. Nem akkor vagy ám igazán menő, ha Lamborghinid van, meg ilyen drága autóid, hanem ha van otthon raktáron egy teljes doboznyi Mercedes lemezfelni csavarod.
és az ötödik, mert nem kettő, öt csavarral fogadjuk fel. És az ünnepélyes pillanat, olyan, amikor Károlynak fölraktak a fejére a koronát. Na jó, annyira nem. Tekintsünk el a rozsdássárvédőtől. Ezt tessék megsasolni. Na, csodaszép vagy csodaszép. Jó, kókuszillatú műszerfelápolóval ki van kenve, azért ilyen fényes a gumi, de nézd meg! Hát ez valami gyönyörű lehet. Azt meg már ne is említsük, hogy a régi Felni az majdnem annyira ronda, mint egy Fiat Multipla. Amit itt látsz, nem csak itt, hanem itt, meg itt, meg itt, meg itt, az az elmúlt fél óra munkájának az eredménye. Az van, hogy szokásomhoz híven megint nekiálltam valaminek, amiből aztán kifejlődik valami sokkal nagyobb. Semmi más nem akartam, mint kivenni a hamutálcát és megtakarítani. Ez ugye, látod, szépen sikerült is. Hamutálca után vegyük már ki a tartóját, mert azért az nagyon csúnya, koszos. Oké, azt is kivettem. De ha már kivettem, akkor legyen kivéve a rádió is, és nézzük meg, hogy mi van a rádió mögött. Az semmi gáz egyébként, tehát a bekötés szempontjából nem találtam olyan nagy katyvaszt, mint amire számítottam. Izó csatlakozók vannak, rendes antennakábel van, úgyhogy pozitív a csalódás. A hamutartó világító izzója, persze az kuka, meg hát látod, hogy ez nem igazán gyári madzagolás. Ezen javítani kell, új izzót is kell ide tenni. És ha már itt jártam, innen már csak két csavar választott el, hogy leborítsam ezt a fabetétet. Nem a fabetét a lényeg, persze nem szép, mert ki van furva. Egy olyan kapcsoló van belekötve, amit nem tudok megmondani, hogy mi volt. Tetszik vagy nem, én eltéptem erről a kábelt, mert nem történt semmi az autóban, meg nem is tetszik, ez ilyen távirányítós autóhoz való. Nem a fabetét volt itt a lényeg, hanem az, hogy a fűtéskonzol mögötti, ez egyébként egy szép darab, tehát ez nem gáz, nincs eltörve, nincs erepedve. A fűtéskonzol mögötti, a tekerők mögötti világítás ugye nem működött, mert tudtam én, hogy mi lesz a baj, de hát mindegy. Mennyi már vissza egy pici... Most fogom eltörni élő egyenes adásba. Azért nem működött a világítás, mert a kapcsolók, a tekerő gombok ugye ide vannak rátéve, ezeken az itt látható egységeken keresztül, és ide kéne beledugni az égőt. Na most látod, hogy ebben már valamit dugtak, de hogy nem izzó, az biztos, vagy lehet, hogy csak az alsó darabja. Ide meg, hát nem is nagyon tudnál dugdozni semmit. Ilyenkor az a probléma, hogy ha azt akarom, hogy világítson, már pedig azt akarom, hogy világítson, ezt a cuccot, itt látod, mögötte van. Van egy ilyen kis kapcsoló, ami persze nem csak kapcsoló, mert még vákumcsövek is mennek rá. A másik oldalon ugyanez, csak fekete színű. Hát, húzom. Látod? Ott, hát nem tudom, mennyit látsz belőle. Szóval ott ezt a két cuccot ki kell cserélni sajnos, mivel ez megint olyan, mint a lámpakapcsoló, hogy nem javíthatod a belsejét, és amíg a lámpakapcsolónál elnézem, hogy nem világít, a fűtésgomboknál nem nézem el, mert a taxikban is mindig ezeket nézegettem, hogy milyen baromi jól néz ki, hogy derengott a fény a fűtéskapcsoló körül, meg persze ugye a műszerfalon. Ilyenből meg se próbálok újat keresni, mert van nekem János, akinek az udvarán jelenleg is több ilyen autó áll, vagy 15-öt elbontott már, és azt bont ki nekem belőlük, amit szeretnék. De ha már Bács-Kiskun megyéből jön posta, akkor azért írjuk össze a hibákat. A középső szellőzőrács például szét van hullva. A lamellák... szóval a lamellák nem éppen a helyzet magaslatán vannak. Ez katasztrofális, ez így nem működik. Biztos, hogy kell egy másik. Az ablaktörlő csak egy fokozatban működik, innen kapcsolód. És nincsen index sem, hiába kattogtatok lefel. A vészvillogó működik. Tehát az azt jelenti, hogy maga a vezérlése jó. Látod, a piktogramok is eléggé el vannak kopva. Úgyhogy az a tippem, hogy öregségi halálban elpusztult a kombikapcsoló. Bírom össze a hibákat, és egy picit, csak egy picit akarok élvezkedni, hogy nézzük meg, hogy indul, mert most nem ment körülbelül egy 3-4 hete biztos. Izzítás. Hát na, a ventilátor megy, de nem tudom lekapcsolni, mert nincs rajta kapcsoló. Szóval, oké, izzítás előtt. Jó, izzítsunk még egyszer, hogy aludjon el rendesen. Oké. Figyelj! Ezt az autót, ezt nem lehetett otthagyni.
alig van hangja. És tényleg, ha már rendelünk, igazából egy kérdés megér. A középkonzol, látod, hogy itt kicsit elfáradt. Lefoszlott róla az anyag. Ezt javítani, hogy lehet-e szépen, azt nem tudom, biztos, hogy macera lenne. Meg itt sokkal fényesebb, itt nem annyira. Én úgy gondolnám, hogy kérek tőle egy ajánlatot. Picit változtatnék rajta. Nem üt el, mert a műszerfal teteje is fekete. Mi lenne, ha mondjuk ezt feketében? Gyakoribb szín is volt, mint a zöld. Meg nekem jobban tetszene. Van nála egy ilyen konzol, és jó árat mond rá. Ha már úgyis szét van itt burítva minden, akkor én lehet, hogy ezt kicserélném egy fekete konzolra. Meg talán elegánsabb is lenne, hogyha ez fekete lenne. Úgyhogy megkérdezem, van-e nála ilyen színű, ami hibátlan. De ami egy taxi legfontosabb kelléke, és amit mindenféle alkatrész előtt már rég beszereztem, az a tükörre a Wunderbaum illatosító. Ó, szép fenyő, oly kedves minden ágad. Jogosan merül fel a kérdés, érdemes volt-e ezért a nagy dobozért szarrázni az esőben? A válasz határozott igen, ugyanis kincsek vannak benne. Sikerült jó áron, minden benne van. Kis dobozba, nagy doboz. Itt a szellőző rács, a középső. Picit a szélén, itt le van kopva a festék, de... lamellák nagyon jók. Itt van a fűtés vezérlő, benne a kis dundi cuccok. Ez a fehér, ez a fekete. Az izzóhelyek tökéletesek. Wow, ez jó. Ez volt szinte a legfontosabb. Aztán... turkálok, mint a lottósósoláskor, a gömbbe azok a menő csajok. Index kapcsoló. Lehet érezni az ellenállást meg. Nézd, a piktogramok baromi jól néznek ki. Nem mondom, hogy új, de ez alig használtnak tűnik. Nagyon jó. De a legfontosabb, a középkonzol. Kicsit zsíros lett a kezem, de mitől? Fekete színben. Nincs elrepedve. Jó, koszos, de meg kell takarítanom, mert ilyenek vannak rajta. Nincs elrepedve, nincs elszakadva. Figyelj! Nagyon jó! Maga a középkonzol úgy fog kimászni innen, hogy a szép és megtakarított szőnyeget itt felhajtom. És ott bent van egy darab csavar. Itt is van kettő. Meg itt van kettő anya, amiket nem kell teljesen leszedni, csak elég meglazítani őket, és elvileg ennek már akkor a kezemben kéne marad. Nem kell így lazítani semmit. Nem is tudom amúgy miért, nem csodálkozom miért. Nyilván a kóklerek már előttem hozzányúltak az autóhoz. Semmit nem csináltam ezekkel az anyákkal, és nézd. Hello, szia. Nem kellett itt, ez full kivallazít. Jézusom. Én milyen nagy lendülettel dobálom itt ki az ablakon a konzolt, anélkül, hogy tudnám, az új, a fekete egyáltalán passzol a kocsiba. Ez viszont már csak a következő részből fog kiderülni. Basszus, kidobtam vele együtt a csavart is.